Jó estét kívánok, köszöntöm a paletta nézőit. Ilyen a hátam mögött látható Trabantot is megszemlélhettek a gyerekek a Deák Ferenc általános iskolában a retro hét keretein belül. A 70-es, 80-as évek hangulatát igyekeztek felidézni ezen a tematikus héten. Erről szól mai magazinunk, tartsanak velünk! Ma 1981. február 21-e hétfő van. Nem tévedett az iskola köpenyes hetes, hiszen a Deák Ferenc iskola diákjai és pedagógusai ezen a héten visszarepültek az időben. Retro hetet tartottak retro órákkal, retro divat szerint öltözködő pedagógusokkal. Szerettük volna visszaidézni a 60-as, 70-es, 80-as éveket. Úgy gondoltuk, hogy ebbe a pandémiás időszakba egy kis örömet szeretnénk okozni a diákoknak. Visszakalauzoljuk őket azokba az évekbe, ahol a tantestületünk nagy része diák volt, illetve jó páran a 80-as években már tanítottunk is, de szerintem szülők, nagyszülők is szívesen idézik fel ezt a korszakot, amiben ők voltak kisdiákok, illetve fiatal felnőttek. Az első hétfői nap a retro órák napja volt. Olyan órákat tartanak, amiket ugye a régi időkből, ezekből a szép időkből hoztak elő, legyen az matematika óra, a golyós számoló, legyen az magyar óra, az írásvetítő, diavetítő, legyen az a régi idők énekórája, testnevelés órája. Én remélem, hogy a diákok szívesen fogadják, és nagyon kellemes perceket töltenek el a mai nap. Előkerült a diavetítő, Horvátné Pápista Zsuzsanna Hófehérke és a hét törpe falra vetített meséjét olvasta fel a harmadikosoknak. Egyre kérdezgette igazmondó varázs tükrét, tükröm, tükröm, mondd meg bátran, ki a legszebb az országban? A tükör így válaszolt. Te vagy a legszebb szép királynő. Amíg a harmadikosok megtudták, mi lett Hófehérke sorsa, a szomszédos osztályban Kovács Schneider Dorina technika óráján újságpapírból hajtogattak. Csákolt a gyerekek. Az újságpapíron úgy legyen előtted, hogy az alsó része legyen a nyitott. Ja? És akkor úgy indítjuk, hogy az egyik csücskét lehajtjuk a felező vonalhoz. Jól élezd le. Majd ugyanígy a másik csücskét is. A nagy gonddal elkészített csákokat fel is próbálhatták. A harmadikban a diavetítést követően Belicai Bérdi Edit lépett a katedrára, és egy hajtogatós játékot mutatott be a diákoknak. A mai óra, gyerekek, egy retro játékot fogunk készíteni, méghozzá úgy, hogy a nyelvtanhoz nekünk segítség legyen. Ennek az a neve, hogy sótartó, mert lehet így is használni, illetve tátika, vagy csiki-csuki játék, mi úgy hívtuk téged, és ide, ha betesszük az ujjainkat, akkor itt lehet nyitogatni. Ezt a társaddal együtt tudod játszani, ő mond egy számot, annyit kell számolni, és közben ugye a kis tátikát itt nyitogatod, utána, ami színt kiválaszt a társad, azt megnézi, és akkor fel tudod hajtani, illetve még mondja azt, hogy felső, vagy megkérdezed, hogy felső vagy alsó, és mivel ugye nyelvtanórához kapcsolódik ez a játék, így én mellékneveket írtam rá, a színekhez melléknevek tartoznak, és például azt kell csinálni, hogy fokozd a melléknevet, hogyha a felsőt választod, ha az alsót választod, akkor pedig mondjuk egy ilyet, hogy mondd a rokon értelmű párját. Szóval egy ilyen játékot fogunk játszani, amit még gyakorlásra is tudunk használni. Kerné Bors Mária korabeli énekes mondókákkal igyekezett felfrissíteni a másodikasokat. Tudod, először nagyon lustán, olyan lustán, mint ahogy a hétfő reggelt szoktad kezdeni most. A fejem a vállamon, térdem a bokám, a térdem a bokám, a térdem a bokám, a fejem a vállamon, térdem a bokám, a szemem, a fülem, a szorom, a szám. Na, szerdára hogyan ez? Fejem a vállam, a térdem a bokám, a térdem a bokám, a térdem a bokám, fejem a vállam, a térdem a bokám, szemem a fülem, a szám. És szuper, Gyuri! Fejem a vállam, a térdem a bokám, a térdem a bokám, a térdem a bokám.
az orrom. A gyerekek többször megismételték a mondókákat, és miután teljesen felfrissültek, újabb feladat várt rájuk. A Szép az icipici női cipő című régi slágert kellett az úttörő táborok hangulatát felidézve, más-más magánhangzó kizárólagos felhasználásával elénekelniük. Szabba, zacapa, cana, jacapa, na, jacapa, na, jacapa, banna, lapa, bata, sapka, csana, sapka, csana. Ám a móka és kacagás mellett szigorú oktatás is folyt az alsó tagozat falai között a retro hét első napján. Lisztmájerné Bog Brigitta a koronavírus járvány miatt jelentősen csökkent létszámú osztályban matematika órát tartott. A gyerekek a Babilon készlettel ismerkedhettek, majd a szorzó táblát gyakorolták. Az eredményt írjátok rá a táblára, a tapsolók mutassátok fel. 6x6. Nagyon ügyesek vagytok. Sorra került a golyós számoló is. Vonjatok ki a 60-ból 49-et. Attila, mennyi lett az eredmény? 11. Ki kapta ezt az eredményt? Mindenki. Az ügyes matekosok után a magyar órán is hasonló felkészültséggel találkoztunk, az okos táblához szokott gyerekek nem jöttek zavarba az írásvetítő használatától sem. Következő szót kérem szépen, és véleményt is kérek, Zalán. Medvét, a medve, a szótő, a cím, az a tulajdonos. Gyere gyorsan jelöld, jó? A medve a szótő, és a té meg a toldani. Miért medvéd lett belőle? Miért alakultál, Zalán? Azért, mert a medvát az nem értem. Hát úgy egy kicsit furán hangzik, és? És ezért medvéd. Medvéd, és azért, hogy segítsen a té toldaléknak, ezért lett belőle medvéd. Az elsősök régi társas játékokkal játszhattak, dominóval, formakirakóval, párosítóval és színes rudakkal. A testnevelés órán a korabeli tornadresszek mellett Klopcsikné Somorjai Mária tanárnő szigorúsága is felidézte a múltat. Negyedik osztály vigyázz, középtenész, jelentkezik. Jelentést köszönöm. Igen. A mai órán megint a mottó szerint fogunk dolgozni. Csendben, fegyelem, figyelem, értelem, győzelem. Vigyázz! Balra, 1-2. Futás, indul! A retro hét egész ideje alatt korabeli könyvekből, játékokból láthatta kiállítást a diákok, és találgathatták azt is, melyik pedagógust rejtik a gyerekkori fotók. Az alsós retro órákat követően a felső tagozaton is folytatódtak az események, az 5. osztályban Rubik kocka kirakó versenyt rendeztek. 3-ra el kellene kezdeni, és mivel nagyon-nagyon hosszú idő lenne minden szint kirakni, ezért az a kritérium, hogy egy szint legyetek szívesek kirakni, jó? A verseny az első 3 helyezett betűs csokoládét és retro édességeket kap majd még, úgyhogy sok sikert kívánok. Készen álltok? Igen! No, akkor a többiek megszurkoljanak, jó? Tehát akkor figyelsz, és aki elkészült, az legyen szíves a kockáját feltartani, hogy igazságosak legyen. Készen állunk? Igen! 1, 2, 3, hajrá! A fiúk diadalmaskodtak végül a versenyen, játékos megmérettetésekben valamennyi nap részük volt a diákoknak. A szerdai nap a régi játékok ideje lesz itt ugróiskola, gumikötelezés, kártyázás, makaó, dominó és egyéb régi játék. Aztán csütörtökön megnyitjuk a kiállításuk. Itt nagyon szeretném megköszönni a szülők segítségét, hiszen rengeteg régi eszköz, tárgy érkezett
kiállításra. Reméljük, hogy a gyerekek ezt is szívesen fogadják, és megismerkedhetnek a régi Junos televízióval, a rakétaporszívóval, a régi taneszközökkel, ruházattal. Úgyhogy, sőt, olyan kiállításunk is lesz, hogy felvonul régi autó, Zsiguli, Trabant, régi busz. A retro kiállítást Pulainé Galambos Erika, a Deák Ferenc általános iskola igazgatója nyitotta meg a felső tagozat folyosóján csütörtökön. Szeretettel köszöntelek benneteket a Deák iskola első retro kiállításán. És képzeljétek el, hogy ezek az eszközök itt, ezek mind az én gyermekkoromból való, és még korábban. Mit jelent az, hogy retro? Tágabb értelemben azt jelenti, hogy minden, ami nagyon régi időkre nyúlik vissza, szűkebb értelemben pedig a 60-70-80-as éveket tekintjük most mi retrónak. De milyen is volt gyereknek lenni annó? Hát minden anyukának dajer volt, haja volt, és nagy bozontos szemöldöke, és azt gondoltam, hogy majd én anyuka leszek, akkor kötelező lesz nekem is ilyen hajat és ilyen szemöldököt viselni. Az iskolában iskolaköppenyt használtunk, láttátok már a lila. Mindenkinek kötelező volt az iskolaköppeny. Van otthon anyáinknak iskolaköppeny? Van? Majd kérdezzétek meg, jó? Egyedül jártunk iskolába, és mi vigyáztunk a kis testvérünkre is. Egyedül mentünk haza, és amikor hazaértünk, gyorsan megoldottuk a házi feladatot, és szaladtunk az utcára, mit gondoltuk, miért? Játszani. Játszottunk a rollerral, kidoboztunk, a moncsicsivel, itt megtalálhatjátok azokat a játékokat, amivel játszottunk. Láthattak a játékok mellett régi konyhai eszközöket, televíziót, lemezjátszót és bakelit lemezeket, könyveket, társasjátékokat, de még szüleik, tanáraik ellenőrző könyveit, régi füzeteit is megcsodálhatták a gyerekek a folyosón. Az udvarra kilépve további kincsek vártak rájuk, utánfutóra erősített sátor, amely balatoni nyaralások régi emlékét idézi, ott volt az emblematikus Trabant is, és megérkezett Siklósi Csaba a közel 40 éves oldtimer rendszámú autóbusszal, hogy valamennyi osztály körbefuvarozza vele a városon. Régi zenéket hallgatnak, régi filmeket néznek, régi mesefilmeket néznek, Bubó doktor és társai, úgyhogy reméljük, hogy azt fogják mondani a diákok péntek délután, hogy nagyon jó volt ez a retro hét. Kinek volt az ötlete? Hát közösen találtuk ki a tantestülettel, már régóta dédelgetett álmunk volt ez, és úgy gondoltuk, hogy ez most egy jó időszak ennek a megvalósítása. Mi is már itt reggel a készülődés közepette felelevenítettük a régi emlékeinket, nosztalgiáztunk egy kicsit, dezsavú érzése volt mindenkinek. Ezt az érzést erősítette, hogy egyikük bevitte magával az iskolába azt az írógépet, amelyen szakdolgozatát írta. Ennek köszönhetően eljátszhattak egy évtizedekkel ezelőtti képzelt irodai jelenetet. Tisztelt kortársnő! Hivatkozva a tegnapi megbeszélésed elhangzottakra. A koronavírus járvány hatásai nem csak a megcsappant osztálylétszámokban mutatkoztak meg, hanem a közösségi események korlátozottságában is. Ezt a problémát igyekezett orvosolni a Deák Ferenc iskola tanárikara a Retro Hét program sorozatával. Régen is az én időmben mondhatom, hiszen a 70-es években voltam diák, nagyon nagy szerepe volt szerintem a közösségnek. Kicsit ezt hiányolom is, hogy most is jó közösségek vannak, de akkor valahogy szorosabb volt egy osztályközösség. Több közös programunk volt. Most is igyekszünk nagyon sok programot biztosítani a gyerekeknek. Sajnos ugye mondtuk, hogy a pandémia időszakában kicsit ez csökkent, mert állandóan karanténban voltak a gyerekek, sok betegség miatt nem tudtak úgy együtt lenni, és hiányoztak ezek a programok, akár egy színházlátogatás, egy közös farsang. Ugye most is csak külön tartják az osztályok a farsangokat, és ezért gondoltuk, hogy egy kicsit belecsempészünk az életükbe egy ilyen hetet. A hét a gyerekek visszajelzései alapján beváltotta a hozzáfűzött reményeket, többen felidézték otthoni retro élményeiket is. Nekem azt tetszett, hogy nekem az a, amiben volt ez a narancssárga léa, nekem azt tetszett a legjobban, meg az a lakóbusz. Mert nekem igazából minden tetszett.
Visszamennél az időben? Élnél ebbe a 80-es, 70-es, 80-es években? Vissza. Mert ott ilyen volt az a kis Antó, és én azt ki szeretném próbálni. Nekem azért tetszett, mert ezek a régi helyek, van olyan, ami nekem is van ilyen. Nekem van ilyen övem, ez az előre övem is van, a papámtól kaptam, meg van még ilyen, rengeteg ilyen régi, a papámnak van egy ilyen 100 éves mágdarálója. És van egy olyan órája, ami egy olyan fából készült, amit a Dunán használnak, amikor mosnak, és a ruhát kiütik vele a vizet. Olyan órája van. Annak volt egy olyan rádióra, ami a 90-es években volt. És a mamánál még van olyan régi óra, ami ilyen tiktak óra. Ébresztőt is be lehet állítani rajta, meg azt is be lehet állítani rajta, hogy milyen, hogy mennyi az idő, meg hogy most mennyi idő van most, mikor kell menni a buszhoz, meg be lehet állítani rajta azt is, hogy mondjuk, hogy mikor jönnek az unokáim, meg mikor jön a fiam. Nekem azt tetszett, hogy eljöhettem ide is, és a kiállítás az nekem nagyon tetszett. Mert még amikor jöttem ide edzésre, akkor is láttam egy csomó jó és szép dolgot, és nagyon tetszett nekem. Szerinted milyen volt a 80-as években élni? Milyen benyomásaid születtek erről a hétről? Nekem nagyon tetszett ez a hét, és szívesen kipróbálnám, hogy milyen volt élni régen. Mit próbálnál ki legszívesebben? Mi tetszett a legjobban? Az iskolában, hogy milyen volt, meg a mindent. Szüleid szoktak róla beszélni otthon, hogy milyen volt az ő diákkorukban, gyerekkorukban? Néha. Miket szoktak mesélni? Hát, hogy milyen volt az iskola, meg hogy hogyan éltek. Az utolsó napon retro reklámokat és meséket is nézhetnek majd a gyerekek. Megismerkedhetnek a Mézga család kalandjaival, Frakkal, a Macskák rémével és a Bújtor István filmekkel is. Ennyi fért mai magazinunkba. Tartsanak velünk legközelebb is, további szép estét, viszontlátásra!